A sajtóeseményen elsőként Tálai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője mondott beszédet, aki elmondta, hogy az életnek két fontos része van, az egészség és a biztonság. A legfontosabb, hogy az ember egészségben élje le az életét, amiért ő maga tud a legtöbbet tenni. Mezőkövet egy szerencsés város, hiszen a vezetői az elmúlt időszakban is, és úgy gondolom most is, mindent megtesznek azért, hogy az egészségünknek minden fokozata, lépcsője, szolgáltatásoknak az összessége és minősége is megjelenik a városban. És ez így is van. Az ország lehet, hogy egyetlen olyan kisvárosa, ahol igazából két-kettő kórház is található. Az egyik ugye a mi úgy mondjuk Reuma kórház, tehát a mozgásszervi rehabilitációs központ, 180 ágyal, és a másik pedig, itt mi Mezőkövetén úgy nevezünk, hogy a tergyógyászat, ahol szintén fekvőbetegével ellátásban részesülhetnek már évtizedek óta a mezőkövet is térségi betegek. Én úgy gondolom, hogy az egészségünknek ez a fokozata is, a mezőkövet is, az egri ellátás is nagyon következetesen egymásra épül, hiszen hogyha a beteg gondjai súlyosabbak, akkor nyilván vagy sürgős a beavatkozás, vagy egyáltalán a diagnosztizálás, akkor természetes, hogy Egerbe kell utaznia. Ezért nagy öröm az, úgy gondolom, a mezőkövet is térségi embereknek, hogy ez a projekt megvalósul, hiszen itt több mint 530 millió forintos fejlesztés jön létre, amelyből a mezőkövetdi belgyógyászati osztály eszközbeszerzés és felújításra együtt, mint egy 100 millió forintban fog majd részesülni. Én azt gondolom, hogy ez a projekt azt üzeni a térségben élőknek, hogy nyugodjanak meg, még alaposabb és még biztonságosabb lesz, és még színvonalasabb lesz a mezőkövetdi betegellátás, és ezzel együtt természetesen az egri Markó Ferenc kórházi bővítése is ugyanez mondható rá. Az államtitkár beszéde után dr. Bauer Kálmán, az egri Markó Ferenc kórház orvosigazgatója, a projekt szakmai vezetője mutatta be a fekvőbeteg ellátás struktúraváltása és kapcsolódó közbeszerzés a Markó Ferenc kórházban című pályázat tartalmát. A kórházi rész, a mezőkövetdi rész is megújításra kerüljön, és ennek a hátterét biztosítja ez a TIOP 2-2-6-os pályázatunk, amit államtitkár úr is említette, körülbelül 100 millió forintos fejlesztés fog itt megvalósulni. Kiemelném, hogy megújításra kerül ebben a patológiai osztály, ami nem csak struktúrálisan, hanem diagnosztikusan is nagyon szép jövő előtt állhat ezáltal. Nagyon fontos még és nagy fejlesztésnek számít egy digitális röntgenberendezés, DSM berendezés beszerzése. Megnézzük, hogy Mezőkövesdre milyen fejlesztések jutnak. Megújításra kerül a struktúra egy része, festés, burkolás, akadálymentesítés fog megtörténni, az életveszélyes kémény cseréjét is megvalósítjuk, valamint kialakításra kerül egy új lift is. Mindezek mellett diagnosztikai eszközök és különböző mobíliák beszerzése is meg fog valósulni. Egy új hordozható ultrahang, ami nem csak a fekvőbeteg ellátás érdekeit fogja szolgálni, hanem a 24 órás sürgőségi belgyógyászati ellátás igényeit is ki fogja elégíteni, valamint olyan a feladatnak megfelelő speciális betegágyak, motoros, dekubitus betegágyak beszerzése és különböző egyéb mobíliák beszerzése kerül majd sorra, ami a betegek komfortérzetét, az ellátási színvonalát lényegesen tudja javítani, és ezekkel a fejlesztésekkel az itt dolgozó munkatársainknak a munkakörülményét is javítani fogjuk. A beruházás májusban indul el a két érintett intézményben. A felújítási munkákat, valamint az eszközbeszerzést legkésőbb 2015. júniusáig le kell zárni.